Sziasztok! Nagy tisztelettel köszöntelek benneteket innen az EY Hires Business stúdiójából. Engem Egyed Mihálynak hívnak, a Job Capitalnak vagyok az operatív cégvezetője, szakmai igazgatója, és engedjétek meg, hogy bemutassam nektek partnereimet. Békefi Gábor úr, a Dreher Sörgyárak ügyvezető igazgatója, Gazsi Zoltán úr, az Iceberg ügyvezető igazgatója, Németh Kornél, a Rossmann támogató funkciókért felelős ügyvezető igazgatója, illetve Soblóher Péter úr, a Terrán tetőcserép hárigazgatója. A mai nap arról fogunk beszélgetni, amihez szokták mondani szakmabeliek mindenkiért, úgy, mint a focihoz, csak mindenki más gondol róla. Igazából mit is jelent az, hogy HR, mit várunk el tőle, és azt gondolom, hogy egy kiváló összetételű csapattal tudunk most találkozni, hiszen ketten HR szakemberként, illetve három ügyvezető igazgató biztos, hogy nagyon hatékonyan fogunk tudni gondolatokat cserélni arról, hogy mikortól kell HR egy vállalkozásba, illetve hogy mikortól kell delegált HR-est fölvenni. Én földobnám először azt, amit a kicsit könyvszagú szakirodalom szokott fogalmazni, hogy a HR alapvetően azt a funkciót látja el, hogy találja meg azt a megfelelő mennyiségű és minőségű humán erőforrás kapacitást, ami a szakmai célokon át az üzleti célok eléréséhez vezet, és hogyha mód van rá, akkor igyekezzen a mindennapokban azért tenni, hogy azokat meg tudja tartani. És hogyha lehet, akkor a humán erőforrás gazdálkodás az a lehető leghatékonyabb legyen. Ehhez képest kérdezem tőletek, mit gondoltok ti a HR-ről, akár mint magánember, akár mint a cégeknek az ügyvezető igazgatói? Hát én azt szeretném mondani, nekem volt több cégben tapasztalatom, és én a HR-ről nem túl jó véleménnyel voltam, pont azért, mert azt láttam, hogy a főnök beépített embere, akitől félnek, hogy nem kap alufelnit az autójára, és én nagyon másképp szerettem volna ezt végezni, és az Iceberg-nél azt kitaláltam, hogy 10 éven keresztül gyakorlatilag ezt a funkciót én vettem át, nem azért, mert ennyire okos vagyok, hanem az volt, abban hiszek most is, hogy a vezetőknek kell megtanulnia a saját kollégáikat kezelni, tehát tulajdonképpen minden vezető legyen HR is egy. És aztán ezt a helyzet, amikor láttam, hogy 170-180 fizikai dolgozó, ezt már nem tudom megoldani, mert nem hatékony az az információ átvitel, akkor kerestem egy olyan kollégát, aki erre a funkcióra abszolút alkalmas volt, és a fizikai csapatnak a lételemét látta, hogy mi érdekli őket, közöttük élt, velük volt minden nap, és ez volt nekem a nagy hozzáadott érték. Tehát szerintem nekem az a fontos következés ebből, hogy ne lőjünk ágyúval verébre, mi a hiányzó tudás, ami a rendszerből hiányzik, és arra kellett nekem megfelelő ember találni. Tehát valószínűleg a HR-es ugyanúgy, hogy milyen egy cégnek a vezetője, a tulajdonosa, milyen minőségben, milyen szervezeti kultúrával rendelkeznek, ehhez kell megfelelő HR-es vezetni, találni, és akkor nagyon előre lépést tudtam én is megtapasztalni. Azt hasonlóképp látom én is, mint ahogy te mondod, és érzékelem, hogy vállalatok más stádiumban vannak az életük során. Én egy nagyobb vállalatot vezetek, és ahol mint tartunk ott a HR-től, én azt várom, hogy segít a vezetésnek a belső vállalati kultúrafejlesztésben. A vállalati kultúrafejlesztésen keresztül leszünk elkötelezettebbek és hatékonyabbak, és ezen keresztül jönnek aztán az üzleti eredmények, a jobb üzleti eredmények. Tehát én ezen a területen látom a hozzáadott értékét alapvetően a HR-nek, mert abban aztán mindannyian megállapodunk, hogy van egyfajta adminisztratív tevékenység halmaz, amit el kell végezni. De azt én személy szerint nem tekintem hozzáadott érték jellegűnek, ha hozzáadott érték az, amikor megjavítani tudunk egy vállalat egy szervezet tevékenységén. Kettőben elkötelezettek, kell legyen a HR-es. Egyfelől a munkavállaló felé, nyilván a másfelől pedig a tulajdonos felé, vagy a cég menedzsmentje, vezetősége felé. És véleményem szerint a HR-es nem más, mint a munkatársak és a menedzsment, vagy a munkatársak és a tulajdonos között. Bízom benne, hogy lényegesen több információt, mint a hozzá kell, módon jutass el, adja, amit tudtunk rá, mert hogy nagyon sok olyan dolog van, hogy jó volna, de valószínűleg, ha egy-egyben hallanánk, tudnánk, akkor nem biztos, hogy jól tudnánk azt kezelni. Úgyhogy nekem a HR ma is HR jelentőség ezt jelenti, és tulajdonképpen a vállalatban meg is valósul cseréljék mikrofont. És így most már hallotok? Mondja már újra, vagy? Köszönöm szépen. Erősíts meg, hogy a kérdés az még mindig ugyanaz. Én azt hiszem egyet tudok érteni Zoltánnal, mert azon morfondíroztam, hogy alapvetően, hogyha már egy vezetőnek van egy munkatárs, vagy egy vállalkozónak van egy beosztottja, akkor ő már óhatatlanul HR funkciót kell, hogy ellásson, mert hogy
munkatársat vezet és irányít. Tehát a HR az valahol egy vezetői funkció. Az, hogy mikortól lesz szükség erre egy intézményesült HR-re, vagy mikor van szükség egy vezetőnek egy ilyen irányú társai segítségre, az az üzlet komplexitásától, nagyságától nagyban változhat, illetve függhet. De én is úgy érzem, hogy valahol a HR azt a közösségnek a kultúráját, nyelvezetét kell, hogy vezesse és irányítsa, nyilván az üzleti célok hatékony elérése érdekében. Jó, tehát én azt látom itt az elhangzottak alapján, hogy abban egyetértünk, hogy a HR egy olyan stratégiai funkcióvá is tud válni, ami egyébként a végén a Maslow háromszög legalján lévő legfontosabb dolgot, az üzleti célok elérését. Én izgalmasnak tartom azt, hogy milyen jellegű cégekről beszélünk akkor, amikor azon gondolkodunk, hogy mikortól kell a HR. Vannak olyan esetek, amikor mondjuk egy zöldmezős beruházásban elkezdődik egy befektetőnek a munkája, nyilván azon izgul, hogy akkor sikerüljön megteremteni a körülményeket, legyen infrastruktúra, legyen, értsünk ahhoz a szakmához, amiben egyébként a cégnek a profilja benne van, és kezdjük el hozzá felépíteni a csapatot. Na most nekünk személyes tapasztalatunk tanácsadói oldalról az, hogy ha elkezdjük felépíteni a csapatot, az egy szükséges alapvetés, viszont mindenkinek van minden más baj azon kívül, hogy megpróbáljuk azt megtartani. Különösen igaz ez, azt gondolom, hiány, munkaerőhiányos időszakokban, még akkor is, hogyha Covid van, a munkaerőhiányt ez csak részben írta felül, azt gondolom, hogy a magas hozzáadott értékű munkakörök tekintetében mindent megtettek a munkáltatók, hogy meg tudják tartani a munkavállalóikat, és higgyétek el, hogyha mondjuk egy KKV elkezd felépülni, akkor már az első szakaszban szükség van HR funkcióra annak érdekében, hogy aki oda bekerült, annak valamilyen szempontból történjen ott minden nap valami, ami miatt ő ott is akar maradni. Mert egészen biztos, hogy hiába kezdett ő valahol dolgozni, valahol egy másik munkáltató már vágyik rá. Legyen neki egy betanítási terve, legyen neki infrastruktúrája, számítógépe, stb. Ezzel nem sok embernek van ideje foglalkozni, mondjuk akkor, amikor egy vállalat felépül. Mit gondoltok arról, hogy ehhez képest, amikor ti dolgoztok nagyvállalatok élén, hol van az a keresztmetszet, amikor váltani kell, és be kell integrálni egy olyan HR-est, aki delegáltan ezzel foglalkozik, és meddig lehet ezt mondjuk az ügyvezető igazgatónak a hatáskörébe delegálni? Zoli, azt hiszem, hogy pont nálad volt egy ilyen klasszikus történet. Oszd meg velünk, légy szíves. Nagyon érzékelmes, hogy a LinkedIn-en megosztottam egy olyan posztot, hogy hogy lett nekem HR-esem, és tulajdonképpen egy ilyen családi kirándulásra szerveztünk kollégákat, vagy illetve pólót mindenkinek, és hogy kinek milyen méretű póló kell. És ezt szóltam egy folyamatfejlesztő hölgynek, hogy tegyen ki a falra egy Excel táblát, és mindenki írogassa, hogy milyen pólója van, XS, tehát milyen méretben kell elkészülni. És azt mondta nekem, hogy neki nem kell ezeket ismerni, ezeket az embereket. És én együtt dolgoztam már vele 2 év, és vagy nem jött le nekem se annyira, hogy ő ilyen szinten ismer minden. Ő azt mondtam, na tök jó, te lesz az én HR-esem, mert szemléletet nagyon nehéz meg lehet tanítani veled. És én azt gondolom, hogy nekem tényleg egy nagyon fontos felismerés volt, hogy túllépett a cég nagysága azon, amit én már jól tudok, hatékonyan tudok kezelni, és valahogy akkor esett le, hogy ő pontosan azt képvisel, azt az értékrendet képviselő a fizikai dolgozók között, amit én nagyon szerettem volna. Mert azért nehéz találni, tehát hogy lehet HR-eseket keresni, hogy ki az, aki pont a mi cégkultúránkba beleillik, és ennyire ismeri már a dolgozókat, kinek milyen baja van, milyen problémákkal küzd, és ehhez kell nekünk megoldást találni. Tehát azt gondolom, nálam itt jött el a szint, és lehet, hogy évekkel korábban is ez már elérkezhetett volna, de addig én úgy éreztem, hogy tudom ezt kezelni, és közben együtt egyébként ezzel együtt egy chatbot rendszert is bevezettünk. Tehát minden fizikai dolgozó minden nap kap információt a cég dolgairól, mert ez egy szemlélet kérdése, hogy ha azt gondolom, hogy fontos az, hogy a dolgozóknál legyen információ, akkor erre meg lehet találni a megoldást. Nagyon érdekes, számos konferencián vettem részt, és úgy tűnik, hogy a felső vezetőkből a szemlélet elég gyakran hiányzik. Tehát nem gondolják ezt fontosnak, hogy a portás is tudjon a cég dolgairól, hanem majd valamilyen információ lecsöpög. Ez azért érdekes, amit mondasz, mert hogy ez szerintem nem csak cégmérettől függ, vagy visszakanyarodó hozzád. Én egy nagyon szerencsés vagyok, mert hogy a Rossmannál dolgozom jelenleg, ahol egy nagyon-nagyon fejlett és tapasztalt HR csapat dolgozik, egy nagyon jó HR vezető vezetésével. Ugyanakkor ez nem volt mindig így, mert hogy a korábbi munkahelyemen, így nem tudom, mondhatom, vagy nem, de mondom, az Aldinak voltam cégvezető sokáig, és hiszitek, hogy nem, de az Aldi Magyarországnak sem, és Aldinak világszerte 2015-ig nem volt HR osztálya.
és hogy ez egy óriási szervezetről beszélünk, sok tízezer munkavállaló a világszerte, és valójában nem a cég méret határozta meg azt, hogy mikortól kellett HR, hanem a vezetőnek az érettsége, hogy mikor látja be azt, hogy azokon a funkciókon, amit ő HR-nek gondol, vagy HR-esnek, vagy munkaügyesnek gondol, szükség van egyfajta olyan hídra, vagy olyan működésre a cégen belül, amit a HR tud. És ők nagyon ügyesen megoldották, tehát nagyon jól működnek, és nagyon ügyes HR-ük van nekik is, de hogy ez sok tíz éven keresztül HR osztály nélkül működött, HR vezető nélkül működött, HR munkatársak nélkül működött, és úgy is lehet vezetni a cégeket sikeresen. Ugyanakkor azt gondolom, hogy egyfajta érettségen túl már be kell látnunk azt, hogy szükség van, ahogy szükség van pénzügyre, marketingre, beszerzésre, értékesítésre, úgy épp úgy szükség van HR-re is. Azon gondolkoztam, hogy szívesen ellent mondanék nektek valamiben, de egyelőre még nem nagyon tudok. És azt gondolom, hogy itt ez a legnehezebb megfogni, vagy valószínűleg nem is fogunk tudni rá egy adekvált választ adni, hogy melyik az a, akár méret, árbevétel, a földrajzi struktúráltság, hogy mikor van valóban szükség egy külön HR osztályra, vagy HR funkcióra. Én azt gondolom, hogy ez mindig az adott első számú vezető meg a vállalat kultúrájából fakad. Tehát olyan vezetőkkel tudtok együtt dolgozni, akik éretten közelik a munkatársaikat, képesek hatékonyan munkatársat kiválasztani, betanítani, együttműködni, motiválni, fenntartani a közös nyelvet és a közös célok érdekében képesek a struktúrát maguk alatt irányítani, az egy nagyon szerencsés állapot. Valószínűleg ez működhet ideig, óráig úgy, hogy nincs önálló segítője a vezetőnek, de én az továbbra is azt gondolom, hogy ez a üzleti hatékonyság szempontjából az a jó, hogyha az első számú vezető akár értékesítéssel, pénzügyi számok irányába fókuszál, és vannak segítői, aki akár a gyártásban, akár a humán erőforrásban partnere tud lenni a vezetésben. Oké, egyébként számomra is meglepő, hogy mennyire régóta értünk egyet a beszélgetés eleje óta. Talán ez hozzájárul az is, hogy egyébként már másfél órát beszélgettünk a témáról a hivatalos beszélgetés előtt. Én azt gondolom, hogy amennyiben a cég szakmai profilja szempontjából, vagy pedig a gazdasági oldal szempontjából megválasztott vezetők rendelkeznek elégséges, minőségű, humán people management skillekkel, képességekkel, akkor egy jó ideig tud ez működni, sőt azt mondom, hogy ha ezt nem HR-esre delegálják, akkor lehet, hogy még egy ideig a munkavállalók számára hitelesebb is tud lenni, és a megtartás és a vállalati kultúra szempontjából is hasznos. Viszont, hogyha egy cég létszámában, vagy működésének komplexitásában elér odáig, hogy akármennyire is jó vezető az emberek szempontjából, aki a céget vezeti, akkor el kell, hogy jöjjön az a pillanat, amikor HR-esre kell delegálni. Még egyszer mondom, nem csak megszerzés, hanem megtartás szempontjából is. Érdekes kérdés ugyanakkor, hogy mitől függ az a cég működése, illetve a cég méret szempontjából, hogy egy HR-es, hogyha delegált HR-est foglalkoztat a vállalkozás, mikortól válik ő stratégiai funkcióvá, ergo mikortól válik vezetővé. Mit gondoltok arról, hogy mikortól van létjogosultság annak, hogy ott jön ő is a management meetingeken? Én azt gondolom személy szerint, hogy a HR vezető az egy kritikus része a vezetői csapatnak, hiszen azon túl, hogy egy sor vezetői döntés kapcsolódik javadalmazáshoz, kompenzációhoz, benefitekhez, azon túl nagyon sok része van a belső vállalati életnek, amelyhez egy HR-es vezető hozzá tud járulni azzal az ismerethalmazzal, amit a saját területén hoz. És azon keresztül, hogy hogyan építünk struktúrákat, hogyan próbálunk hatékonyabban dolgozni, vagy hogy a hétköznapokban mi történik, egy HR vezetőnek a véleménye szerintem kritikus, mert hiszen ő ember szempontúban képes üzleti problémákról nyilatkozni, mint adott esetben egy értékesítési vezető, vagy egy marketing, vagy egy általános vezető. Tehát én azt gondolom, hogy egy teljesen jogos, hogy a vezetői közösségének egy alapvető oszlopos tagja. És amit hozzátennék, azt lehet látni most, vagy az elmúlt években, amikor nem volt nagyon nagy munkaerőhiány, alakult ki, hogy a közösségek szerepe hogy értékelődött fel, tehát kiderült, hogy a dolgozók is azért nem mennek más céghez, mert jó közösséghez tartoznak, és egy jó közösséget nagyon nehéz elhagyni. Úgyhogy mi át is neveztük az ilyen HR-vezetőből közösségépítési vezetőnek, és szerintem ez a lényeg, hogy ő mit tud hozzátenni ahhoz, hogy ez egy olyan közösség legyen, hogy az emberek még magasabb fizetésre se akarjanak sehova elmenni. Tehát abszolút lényegi stratégiai funkció, hiszen azt tudjuk, hogy a fluktuáció
hatalmas ára van, csak ezt nem mindig szokták a cégek kiszámolni, hogy egy-egy ember, és mondják, hogy mindenki pótolható, ezt mindig azt teszem hozzá, hogy mindenki pótolható, csak valakinek a pótlása többbe kerül, mint a másiknak. És ha egy jó csapatot meg tudunk tartani, és ebben nagyon erős a HR funkció, nem kérdés, és egy nagyon rövid történet hagyd mondjak el, hogy 3 évvel ezelőtt, amikor épült egy osztrák üzemünk, kiesik 1,5 milliárd forgalom, nagyon nagy a baj, dolgozói tájékoztató szereztem, és megkérdeztem Adriánt, hogy mire kíváncsiak a dolgozók márciusban. És azt mondta, hogy hát hogy áprilisban lesz-e húsvét és sonka megint, mint tavaly. És ez tök fontos látni, hogy ezek a kérdések akkor jutnak el hozzám, ha én minden nap órákat, napokat benn vagyok a termelésben, de már nem tudom megtenni. Tehát kellenek olyan emberek, akik tényleg az igazságot áthozzák a dolgozói szintről, és mindenféle szűrés nélkül. És nagyon fontos az, hogy a vezetőknek, hogy elérnek az én, annyira becsomagolják a dolgozók, hogy a végén már nem, mire kicsomagolom, már nem azt látom, amit ők szerettek volna mondani, és ez a nagyon őszinte kommunikációt sok embernek biztosítani kell a cégen belül. Egyetértek mind a kettőtökkel, és azzal egészíteném ki, hogy valójában akkortól látom fontosnak a HR vezető részvételét így a stratégiai szinten vagy menedzsment szinten, amikor a CEO vagy a tulajdonos megérti azt, hogy a soft faktoron keresztül rengeteg olyan hard faktor, vagy nevezük más, hogy javítható, ami egyébként a más utakon nem. Tehát, hogy a humán erőforrás motivált fenntartásától kezdve a fluktuáció csökkentésén keresztül előbb vagy utóbb eljutunk a számokig, mert a menedzsereket, ugye bennünket általában számok van mérnek, és a számokban nagyon sok olyan faktor, amit nagyon nehéz kimutatni, hogy a HR-nek milyen hozzáadott értéke van, vagy van-e hozzáadott értéke, de hogy nagyon-nagyon sok hozzáadott értéke lehet a HR-nek, tehát hogyha jó a HR-ed, akkor van helye a menedzsmentben. És még itt abból egészíteném ki, hogy szoktunk viccelődni a marketing vezetőnkkel, hogy a marketing az vajon tudománya, én még visszakapom, hogy a HR az vajon tudománya, de nyilván a HR-nek az üzleti hozzáadott értékét is lehet mérni. És HR szempontból azért azt sem szabad szerintem figyelmen kívül hagyni, hogy itt sok évtizedes tudáshalmaz gyűlt össze cégvezetés HR témakörében, és ha van egy ilyen funkcióval bíró személyed, vagy tudású embered, aki nyilván személyiségben is passzol az ügyvezetéshez, akkor ezt a fajta plusz tudásbázisból ő tud alternatívákat, illetve támpontokat adni bizonyos stratégiai döntésekben. Úgyhogy nyilván én lennék az utolsó, azt hiszem, aki azt mondanám, hogy egy HR-esnek nincs helye egy menedzsmentben, mert azt gondolom, hogy egy fontos funkció tud lenni a szervezetben. Hogy amennyiben egy cég vezetője túlságosan sokat foglalkozik a HR-es funkciókkal, akkor valószínűleg nagyon jól szervezte meg maga alatt a szakmai munkát, vagy pedig eltolódtak a hangsúlyok, és hatalmas puffer van a szervezetben, mert neki inkább a stratégiával kellene foglalkozni, vagy a minőségbiztosítási dolgokkal kellene foglalkozni, hogy hogyan tudnánk még többet javulni. Nekem is az a véleményem, hogy a HR-est az különbözteti meg a menedzsmentben a többiektől, hogy olyan rezonanciákat képes meglelni, nem az íróasztal mögött, hanem amikor lemegy a szolgáltató vagy a termelő területekre, amelyek bizony információértékkel kell, hogy bírjanak, és azokat valószínűleg a management meetingeken kell előadni, mert ott a többi vezetőnek arról egyébként más-más véleménye lehet, és ez alapján azt gondolom, hogy döntéseket lehet hozni. Nagyon egyetértek azzal, hogy a HR munka által rengeteg olyan mérhetőség, manapság egyre több olyan mérhetőségnek kell lennie, ami akár a fluktuációt meg tudja előzni. Zoli, nagyon osztom a véleményedet, hogy a legdrágább dolog a fluktuáció egy vállalkozás életében, annak a kezelése, amikor valaki, aki még be sem tanul, de már tanítja be az újat. Különösen igaz ez akkor, hogyha szellemi munkakörökben hiány szakmákról beszélünk, úgyhogy egészen biztos vagyok abban, hogy a HR elfogadottsága ilyen szempontból stratégiai szinteken egyre inkább előmozdul itt nálunk is Magyarországon. Szóli, látom, van gondolatod? Abszolút, mert most eszembe jutott, hogy a jéghegy, az iceberg, a jéghegy, milyen mélyre megyünk az információkkal. Ha a felszínen maradunk, akkor tulajdonképpen rendben van, a fluktuáció működik, van egy exit interjú, mindenkit megkérdezgetünk, csak ki csinálja az exit interjút? Mi arra jöttünk rá a fizikaiaknál, az exit interjút annak kell csinálni, akinek a munkaruhát leadják. Mert ha én megkérdezem a dolgot, hogy miért mentél el, azt fogja mondani, hát amúgy kicsit többet fizettek, közben kiderült, hogy volt egy csoportvetője, aki ordibált vele mondjuk, vagy még egy példát képzeltek el, és amiatt, mert megsértették az önérzetét. És nem ezt fogja nekem mondani, azt fogja mondani, hogy hát nem megy bele túl komplikált, nincs nekem erre időm. És az a takarító néni, aki még elveszi a ruhát a többiektől, mikor leadják, na ő neki mondják az igazságot, a WC mellett rácsorog, hogy figyelj, nem hallgatom még egyszer ezt, hogy velem beszéltek. És hogy ezt meg tudod tenni, hogy ilyen mélységben
elmész, és ilyen kollégáid vannak, ilyen rendszert építesz, ahol tényleg a valóságot látod, és nem a vasárnapi újságból olvasod el, hogy a foci csapatod nyert, és hogy fociztak, hanem ott vagy a pályaszín, és nézed őket, és a sokkal mélyebb információt ad, mint mondjuk egy szűrőn keresztül meglátni ezt az egészet. Tehát a szűrőnek az élesítése szerintem a lényeg. Egyetértek. Meg a te vállalkozásodban, ahol vezető vagy, azt gondolom, hogy neked kulcs szereped van. Tehát mármint HR oldalról is, hiszen itt a beszélgetésünk során kiderült, meg te magad is mondod, hogy nagyon szívesen foglalkozol a munkavállalóiddal, és nagyon szereted, hogyha első kézből tudják a dolgot. Nekem az a tipikus példa jut eszembe, ami egyébként a hárosztályok létjogosultságát szokta rátámasztani, hogy sok jellemzően régebbi vágású vállalati kultúrával rendelkező cég úgy neveli ki a vezetőit, hogy aki a legjobban tudott hegeszteni és a legszebb varratokat húzta. Na most ebből szokott lenni azonnal probléma, amikor az a művezető semmilyen olyan képességgel nem rendelkezik, hogy azokkal az emberekkel bánni tudjon, akikkel egyébként korábban együtt dolgozott a hegesztőasztalnál. Van-e ilyen tapasztalatotok, vagy pedig mindenképpen külsőst kell felvenni vezetőnek? Én olyan környezetben dolgozom, ahol ez egy külön szakma. Megfelelően fölkészült szakmai vezetői vannak, tehát én nem éltem meg olyan helyzetet, hogy házon belülről kinevelünk valakit, azt hiszem Zolinak van erre személyes megélése. Én azt látom, hogy egy sor olyan tudás van ezen a szakterületen, ami speciális tudás, amit amúgy hosszú időbe telik megszerezni, hosszú időbe telik jól tudni hasznosítani, tehát ezért én azt szeretem, amikor ebből a szakmából érkezik valaki, és szakmailag képviseli azt a készséghalmazt, amit várunk ettől a területtől. Jó, további gyakorlati tapasztalat az, hogy a HRS, és ezt ti is megerősítettétek itt a korábbi beszélgetések során, akkor végzi jól a munkát, nem találod az asztalánál. Biztos valahol valamilyen vezetőt támogat éppen, mint business partner, vagy lehet, hogy éppen nem van a munkavállalók között, és próbál információkat gyűjteni, szerezni, vagy éppen információkat megosztani velük, mert ugye a kommunikációnak fölfelé és lefelé is áramolni kell. Ugyanakkor a HR-eseknek azért is van nagyon nehéz dolguk, mert eléggé szűk mesdje van a tekintetben, hogy hol nem veszik észre azt, hogy ők már inkább szakszervezeti bizalmi funkciót látnak el, mint sem a menedzsmentnek az érdekeit képviselnék. Ugye szoktuk mondani, vagy mondtátok ma reggel már ti is, hogy a HR-esnek a munkavállalók érdekeit kell képviselni. Persze, ezért én egyetértek, maximálisan így van. Ennek kettő oka lehet, azért, mert a HR-es jó ember és képviseli a munkavállalóknak az érdekeit, meg azért is képviseli, mert ezzel képviseli a vállalatnak az érdekeit, hogy azokat a szakmai célokat el tudják érni a lehetséges határidőre megfelelő minőségben, és ezzel meg fognak valósulni az üzleti célok is. Nem vagyok benne biztos, hogy minden HR-es észreveszi azt, hogy hol van ez a mesdje. Ezt szokta neki visszajelezni, hogy köszönöm szépen, de én nem azért vagyok itt, hogy most éppen megint valakinek rendkívüli béremelést adjak, mert ő egyébként 5 percenként nyakadra jár egy hónapja. Péter, látom, hogy ezzel kapcsolatban neked szakmai észrevételed lesz, úgyhogy nagyon szívesen várom. Köszönöm szépen a szót. Pont nemrég volt élmény, azért ragadtam, vagy szerettem magamhoz ragadni a mikrofontól, megkaptam egy kollégától, hogy hát nekem az ő érdekeiket kéne képviselni. Tehát hogy lehet az, hogy én nem állok sarkosabban az ő véleményére, vagy az ő oldalára egy bizonyos kérdéskörben. És azért ez fontos látnunk, hogy a HR az elsősorban üzleti célokat támogat. És ideális esetben az üzleti célok azokat szinkronba kell hozni a munkatársi célokkal. Ha ez működik, akkor nyilván a HR-es sikeres, de azért első körben a HR-es funkciója az nem a szakszervezeti funkció, az egy másik világ. Hangsúlyozom, azt lenne ideális világban célszerű elérni, hogy ez a kettő cél, vagy ez a kettő irány az egy irányba mutasson. Még eszembe jött, hogy nálunk is a megosztás az, hogy van egy HR-es, de egy csomó mindent még mindig nem ő csinál. Tehát például a szakszervezettel én tárgyalok, mert azt gondolom, ismerve a mi szakszervezetünket, hogy olyan kaliberű ember van ott, aki engem akar. És ezt kell felismerni, hogy ki az, akivel mindenképpen én tudok megfelelő egyességeket kötni, és ki az, akivel össze lehet kötni. Tehát nagyon hiszek az emberi kapcsolatokban, és ezt megérezni minden területen, ki kihez illik, és ha kell, akkor átadom, és Adrián intézi, ha kell, akkor meg én veszem át ezt a dolgot.
Igen, mert ő attól válik a te jobb kezeddé, hogy nem a kapacitásodat hosszabbítja meg, hanem olyan képességekkel rendelkezik, ami alapján te meg tudod azt az információt szerezni, amihez te üzleti, amikkel által te üzleti döntéseket tudsz hozni. Oké. Ami még egy aktuális téma is érdekelne, hogy van-e valami különleges specialitás, amit a COVID kapcsán ti láttok, hogy a cégben a HR szerepe hogyan változott meg, és ti most mit vártok el más cégvezetőként ahhoz képest, amit eddig a HR-től elvártatok? Cégvezetőknek szólt a kérdés, nem? Nekem mindenről van véleménye, de ami hirtelen eszembe jut, hogy a dolgozóknak mi a második hullám előtt, mi volt a fő problémájuk, és készítettük egy ilyen gyors felmérés, hogy mitől félnek, hogy elveszik a munkahelyüket, nem lesz egy munka, átállunk 6 órára, kevesebb lesz a bér. Tudjátok, mi volt a fő kérdés? Hogy ki fog otthon tanulni a gyerekkel. Tehát a legnagyobb nyomás rajtuk az, hogy haza kell menni, és a gyerekek be vannak, hogy az iskola be van zárva, és neki kell tanulni. Ha ez a fő probléma, akkor nekünk ebben kell őket támogatni, és ezt mértük fel, hány ilyen gyerek van, milyen osztályos, milyen típusú tárgyban kellene őket képezni, és egyetemistákat szervezünk majd ehhez a képzéshez. Tehát a lényeg nekem a COVID kapcsán is az, hogy mi tudnunk kell, hogy mi a legfontosabb, ami nyomasztja őket, és arra kell megoldást találnunk, és nem azt várták, hogy többet fizessük, emeljük az órabért ebben a nehéz helyzetben, hanem oldjuk meg a gyerekeknek az oktatását. Az, hogy a COVID új helyzetet teremtett, azt hiszem ez egy közhely manapság. Én azt látom, hogy a HR részlegre őrült nagy felelősség hárult, és ők vitték a vállalatot a hátukon abban az időszakban, amikor új megoldásokat kellett kidolgozni. Beszélünk egy sor bérezési kérdésről, munkajogi kérdésről, kulturális kérdésről. Én azt gondolom, hogy mi üzleti oldalon nem voltunk annyira fölkészültek, mint a HR-es kollégák, vagy a HR-es vezetőnk, aki jogászokkal együtt milliónyi kérdést tudott megnyugtatóan vagy rendezni, vagy pedig megfelelő alternatívákat tudott nekünk nyújtani, ebből aztán egy közös döntésen a vállalat megoldásokat tudott aztán találni. Szóval szerintem drámaian megváltozott az együttműködés ilyen értelemben a HR meg a biznisz között, mert egy ilyen nem várt helyzetre nagyon sok szempontból jó hozzáértéssel jó válaszokat lehetett adni, és ezen keresztül az üzleti folytonosság fent tudott maradni. Érdekes, és amit mondtál, arra jutott eszembe, hogy a Rossmannál a legnagyobb kérdés, ami a HR-en keresztül jutott vissza hozzánk, az volt, hogy mennyire van biztonságban a munkatársak munkahelye. És olyan emberekről beszélünk, akik 10-20 évvel lojálisak a céghez, és itt dolgoztak, itt nőttek fel, nagyon tehetséges munkatársaim vannak, és valójában az az áttörést azt hozta nekünk, és azt szintén a HR-re együttműködve tettük, amikor egy ügyvezető videót jelentettünk be még így tavasz tájéken, tehát még nem tudtuk, hogy mi lesz a Covid-dal, hogy senkit nem fogunk elbocsátani. És megjegyzem, az a cég vagyunk, aki idén adott béremelést a munkatársainak minden területen, úgyhogy nem csak nem bocsátottunk el embereket, hanem tudtunk ilyen szempontból zsebbe is nyúlni, amire büszkék vagyunk, és ez valahol a HR-nek is köszönhető, mert hogy ők voltak, akik nyomták, hogy akkor is kell adni, amikor kicsi van, de valamennyit igenis, hogy kell adni, és ez egy nagyon mondjuk egy rizikos vállalás volt egy részünkről, vagy azt gondoltuk, hogy nehéz vállalás volt, hogy tudtuk tenni. Hogy kellett hozzá jó információ, náltok akkor ezek szerint a tanulás volt, nálunk abszolút ez a munkahely megmarad, nem marad, és valószínűleg azért, mert tényleg 10-20 éve itt dolgozó boltvezetők is, nagyon sok tapasztalt kolléga van, aki ebben él 10-20 éve. Meg elmagyarázni azt, hogy a salátát nem lehet otthon vágni, de, és az irodisták bezzeg mehetnek home office-on, meg nem. És ezt elmagyarázni, hogy van két gyereked, egyiknek kilukad az oknia, nem kell kettő oknit venni, a másiknak lehet, hogy nem az oknia lukad ki. Tehát hogy tudunk a dolgozói igényeket, hogy tudjuk összehangolni a cég igényeivel, és ebben a sok energiát teszünk, ezt értékelni fogják. Én azt gondolom, hogy a Kornél szavait szeretném megerősíteni, illetve a Péterrel beszélgettünk éppen idefelé erről, hogy a HR-esek a járvány időszakban olyan szakmai kihívás elé kerültek, amikkel ők sem találkoztak még korábban, és a szakirodalom sem tanítja. És akiknek a HR-esei meg tudták ezt ugrani, és tudták támogatni azt, hogy egyébként legyen rugalmas a munkaránd, vagy ki jár be, ki nem jár be, legyen flexibilitás, és ezzel tudott működni tovább a biznisz, akkor lehet, hogy ezek a cégek úgy jártak, mint a Kornélék cége, és tudtak fejlődni, és a munkavállalók megtartása érdekében is tudtak tenni, annak érdekében, hogy nekik sem volt könnyű a helyzet. Szilárd meggyőződésem, hogy az ilyen cselekedetek és intézkedések azok, amik egyébként az employer branding szempontjából sokkal, ezerszer hatékonyabbak, mint hogy mekkora plakátot teszünk ki a BKV buszoknak az órára. Az a legfontosabb, ami a munkahelyről belülről megy ki információ. Az tud lenni a leghatékonyabb a megtartás, a megszerzés szempontjából, és az tud lenni a legkártékonyabb egyébként a cég szempontjából.
Én azt gondolom, és moderátor szeretnék lehetőség adatik nekem, hogy az én gondolatommal fog lezárulni ez a beszélgetés. A legfontosabb valóban a munkavállaló. Azt gondolom, hogy a munkavállaló fontos önmaga miatt, és fontos a cég számára a célok elérése miatt, és a HR funkció pedig azért nagyon fontos, mert ő tud a leghatékonyabban segíteni abban, hogy a meglévőket meg tudjuk tartani, akikre szükség van, őket meg tudjuk tartani. Nagyon jó hírem az a HR szakma szempontjából, hogy a beszélgetésünk alapján legalábbis úgy néz ki, hogy a HR elfogadottsága egyre erősebb. Menjünk tovább ezen az úton. Ha lehet, akkor tudjunk együttműködni stratégiailag. Ehhez nagyon kell az, hogy elfogadó kommunikáció legyen a vezetők és a HR-esek között. Nagyon-nagyon megtisztelő volt, és nagyon szépen köszönöm az uraknak, hogy együtt lehettünk. Kívánok sok sikert, jó egészséget mindenkinek, és köszönjük a meghívást a HR Festnek.